A meg nem történti tevés, vagy a hasítás, mint énvédelmi reakció, néha oda vezetnek, hogy az egyik elvált fél úgy tesz a másikkal, minthogyha annak özvegye lenne. Tehát kitörli az életéből, gyakorlatilag meghal a számára. Ez teljesen jó, amikor nincsenek gyerekek. Ugye a gyerekek esetében az a helyzet, hogy egy űr is valami. Tehát, hogyha valahol mondjuk hiányzik egy csatorna fedél, az feltűnőbb, mint hogyha ott lenne az a csatorna fedél. Már csak azért is, mert az emberek kerülgetik, meg megijedünk, hogy majdnem beleestünk, körbe kell keríteni, figyelmeztető, fekete-fehér, vagy fekete-sárga ilyen szalagokkal. Szóval, hogy ez egy veszélyes dolog, a valaminek a hiánya, valakinek a hiánya. Mert sokkal erősebben jelen van, mint hogyha nem lenne. Ugye a rajzokon, családrajzokon, akkor ez most itt az én apukám. Ő a Lajos, ő nem az apukám, és hol van az apukám? Meghalt? Hát az apukám az egy, és akkor egy ilyen nagy mélység, egy nagy űr támad, ami rémítő. Hiteltelenné teszi a másik felet, hogy hát igen, anyukád lelépett. Mi az, hogy lelépett? Honnan lépett le? Eltörte a lábát, amikor lelépett, a járdáról lépett le egy autó elé. Tehát, hogy egy teljes képtelen űr támad, ami döbbenetes erősséggel van jelen. Tehát ilyen eltűnt nemzőapa, hogyha kerül körül egy nagy űr és egy nagy mítosz, akkor még az érett házas feleknek a párkapcsolatába is komolyan bele tud játszani. Még mindig elő tud jönni ez. Nagyon gyakran használjuk terápiásan, hogyha ez kiugrik, hogy jó, akkor együtt keresétek meg azt a nemző apát, aki teljesen ki volt retusálva a család életéből. Menjetek el ti, meg a kamasz fiatok, meg a felnőtt lányatok, és ismerkedjetek, igyatok vele egy kávét, és mondjátok azt, hogy na hát akkor örülünk, hogy látunk, és hogy örülünk, hogy jól vagyunk. A te gyerekeid hogy vannak? Ennyi.